A Héttorony Fesztivál hagyományosan Makovecz Imre születésnapjához kapcsolódik. A sok helyszín egyike az általa tervezett Lendvai Színház és Hangversenyterem, ahol vasárnap koncerttel és kiállítással emlékeztek a mesterre. A fesztiválnak minden megállóján ez lenne a cél, hogy az ő szellemét egy kicsit ideidézzük, és tesszük ezt nem csak az építészettel, nem csak az ő zseniével és az ő épületeiben, hanem kiállításokkal, amik az ő életművét mutatják be, az ő szellemiségét, illetve olyan világzenei csúcs teljesítményekkel, amik pedig összeköthetők ehhez az építészeti stílushoz. Lendván a Pagony Árztópia műhelyi munkáiból nyílt kiállítás. A műhely a Kárpát-medence apró falvaiban, a helyi közösségekkel közösen Kalákában hoz létre a tájba illő organikus építményeket, ezt dokumentálják a kiállított fotók. Nevezhetjük ezt közösségi építésnek, vagy kalákázásnak, amely hát egy elfelejtett szavunk, Erdélyben nagyon régóta létezik, és annak köszönhetően, hogy a Pagony táj- és kertépítész iroda ezt felelevelintette 25 évvel ezelőtt, ez most már visszakerült a köztudatba, és ennek a 25 évnek van tényleg tulajdonképpen egy dokumentalista jellegű fotóanyaga kiállítva. A kiállítás november 18-áig látható a Lendvai Színházban.